vendégünk Sergő Sára. Hello, Sára! Szia! Sziasztok! Hello! Annyit azért elárulhatunk a nézőknek, hogy neked volt zenekarod, mostanában viszont már szólóban énekelsz. Egyáltalán melyik a jobb? Vagy lehet választani, hogy szóló vagy zenekar? Hát teljesen más szerintem. Mind a kettőnek megvan a romantikája, vagy ilyesmi, teljesen más, de szerencsére, hogyha az embernek szólóban is vannak olyan zenésztársai, akikkel érzi azt, hogy zenekarban van, akkor az a legszerencsésebb. Mesélj az akusztikról, mennyire áll közel hozzád ez a műfaj, vagy akár a műsor, mennyire örültél a felkérésnek? Hát nagyon örültem, nekem az volt, nagyon a szívem csücske volt ez a műsor, én nekem ilyen gimis korom óta követtem, és ez ugye az korai 20-as éveimben én nem nagyon gondolkodtam azon, hogy én fogok saját dalt írni, és ezért akkor így kicsit így el is felejtettem, hogy én valaha mondjuk ilyen műsorba szerepeljek, de egyébként nekem a gimis időszakomat tökre meghatározta ez a műsor. És ezért, mikor most már ugye elérkeztem oda, már jó pár éve írok saját dalokat, és akkor megtudtuk, hogy meghívtak minket ebbe a műsorát, nyilván nagyon nagy megtiszteltetés volt. És hogyan készültél erre, akkor mondhatjuk, hogy a megmérettetésre, ami régi vágyad volt? Hát sok munkával, nyilván hullámzó próbafolyamatokkal, ami szerintem tök normális, és ami újdonság volt, hogy csellót hoztunk a produkcióba, és nekem az nagyon nagy öröm volt. Mennyire kellett átalakítani, áthangszerelni a dalokat? Annyira szerintem nem, nyilván itt mi az elmúlt egy évben főleg egy ilyen duóban működtünk. A lemezen vannak nagyobb hangszereléses dalaim, a Teljesen Oda Vagyok lemez, ami legutóbb jött ki, de főleg az elmúlt egy évben azért egy duóformációs koncertjeink voltak élőben, és emellé jött ugye még az a cselló most. Most viszont kiegészültél zenekarral is, kik egészítettek téged a színpadon? Deák Hanna volt csellóval, a Macandris jazzgitárral, vagy gitárral, ő jazzgitáros alapvetően, és vendégeim is voltak, a Meztelen Diplomaták. És velük mely dalokat adtátok elő? A Hanyad Dőlök című új dalukat. Egyébként tök érdekes, mert utólag derült ki, de mikor már meghívtuk őket, hogy ők szintén együtt dolgoztak a Ligeti Gyurival, és nekem a legújabb számom a Lemerült Akku. Igen, ő pont a Gyurival csináltuk azt is, és akkor ez is egy ilyen közös pont volt, még sok másik közös szál. És hogy került képbe ez a zenekar? Hát nekem nagyon fontosak voltak a tesóim, a zenei stílus tanulásról, hogy mondjam, tehát hogy sokat tanultam a tesóimtól, hogy mit kell hallgatni gyerekként. Egyébként nagy hiperkarma rajongó is vagyok, itt az előbb hallgattam a sminkben. Igen, pont Bércesi Robi volt a vendégünk. És tehát az egyik bátyám volt nagy Meztelen Diplomaták. Emlékszem, mikor én még annyira nem jártam bulizni, akkor tőlük már hallottam, vagy róluk. És akkor utána meghatározó nyári élmény volt nekem minden ilyen Meztelen Diplomata koncert ott a lázadó korszakomban. Gondolom az Akusztik koncerten a Lemerült az Akku című dalodat is előadtátok. Pont ezzel a dallal voltál nálunk egy, körülbelül egy hónapja. Egy-két hónapja, és pont így hárman beszélgettünk. Egy jó kis ilyen déjà vu érzésünk van most. Milyen visszajelzéseket kaptál azóta erre a dalra? Nekünk azóta is a fülünkben van egyébként Fannival. Hát azt legfőképpen, hogy más, mint az eddigiek, és ezt én is érzem abszolút. És nyilván a hangszerelés is más volt, de alapvetően meg sokaktól nagyon sok jót kaptam, és nagyon hálás vagyok a sok szép jóért. És most is alkotói folyamatban vagy, ugye? Mind dolgozol most? Igen, most is egy új dalon dolgozom. Ez nehéz kicsit, mert vannak olyan dalok, amin elgondolkodom, hogy biztos, hogy szeretném ezt így. Mert szerintem mindig kérdés, vagy számomra, hogy ezt most így mindenkinek el szeretném mondani, de ezen még gondolkodom, hogy ezt majd megosztom-e, vagy nem, ez majd itt a jövő zenéje, hogy éppen az a mai mostani dal, ami éppen dolgozom, az kijön-e, vagy nem. Nagyon titokzatos vagy. Az biztos, hogy holnap Petőfi Rádióban hallhatunk, vasárnap pedig láthatunk a Petőfi TV-ben, de még hol láthat téged a nagy közönség? Most ugye itt említettük, hogy újabb próbafolyamatban vagyunk, június végén. Amúgy így megtalált a Duna nagyon sok ilyen Duna melletti koncertünk lesz, vagy víz melletti. Például június 28-án a római Fellini Bistróba leszünk, az az egyik kedvenc helyem egyébként. Júni 29-én Dunabogdányban, és hát hogyha követnek a kedves nézők Facebookon, Instagramon, TikTokon, Youtube-on, mindenhol, akkor majd nem sokára kirakom a nyári koncerteket, és akkor további infokat onnan lehet tudni. Izgatottan várjuk akkor, hogy hol láthatunk, hol hallhatunk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Igen, és remélem, hogyha megjelenik az új dal, akkor ugyanígy hárman beszélgetünk majd. Ez most már megmondjuk a szerkesztőknek, hogy nem, így, csak így beszélgethetünk most. Köszönjük, Sára, hogy eljöttél hozzánk.